hogy elhagytuk Gyergyószent Miklóst, Száregy irányába tartunk. Valunk a Maros völgye felé irányul. Nitró és Salamás érintésével valamennyi. Csak a 40-esek tempójával haladunk, ami azt jelenti, hogy körülbelül 20 km per óra. Nem rejtett célunk többek között, hogy Gyergyó Salamás irányából Borotvára is elérjünk, majd a Tiszati Nitróba. Hát reménykedjünk, hogy összejön. Nitrót elhagyva Gyergyó Salamás irányába tartunk. Borotváról visszajövet a szembe lévő erdőcsík környékén fogunk beereszkedni elvileg, és addig is persze ünyörködünk az előttünk lévő panorámába, illetve az út vezetésébe, amely igen érdekes, hisz itt kanyarodik ugye, mintha menne, és közben ott folytatódik fölfele. Hát az itt ott lesz egy kis kaptató, az biztos. De azért minden bele. Visszatérni az Orotva irányából. Egészen jónak tűnik. Előttünk a háttérben a görgényi havasok, középen a Kecskekő, az egykori Fancsal óriás vulkánnak a keleti kráter peremének egyik maradványa. Egészen változatos a domborzat, föl le, tehát a váltot az égre kapcsolhatni, ha az ember haladni akar, és nem bedöglen. Gyönyörű van az ereszkedő rész, mindenképp, biciklivel csodálatos érzés. Aki nem hiszi, kipróbálhatja.
tulajdonképpen itt kezdődik fel a más igazából. Ott baszhatak, és az eltérő. Körülbelül egy 6 kilométer lesz a Zorotva faluig. Ilyen-olyan úton, meglássuk, haladunk egyelőre. Kis pihenő az árnyékba, összekötve a málnaszedéssel. Továbbra is Zorotva irányába, megfelelő lassúsággal. Van egy 100 méter színkülönbség itt a úton fölfelé, de nem igazán éreztük még. Zorotva központjából lesz egy visszafordító kanyar, amely majd azért egy kicsit megemeli a szintet. Szerintem ide se járnak sokan mostanában, kamerákkal felszerelkezve valami sztorit elkapni. Mi persze nem is azért vagyunk. Most lépjük át a 30 kilométert, és ott már vagyunk. Gyönyörű hely, mindenki. Jó munkálódást! Érdekesség, hogy a kapu hogy van megoldva automattába. Ez húzza vissza a kaput a tinissal. Ilyen is van. Fogalmam sincs, hogy hol fogunk majd feljutni a tetőre, de már van egy sejtésem, az előbb láttam is szekeret. Hát az ott lesz körülbelül, ott a házak irányába. Egészséget, jó munkát kívánok! Borviszkódás. Valami van. Én az alapban borviz, amit nem de sokan nem ismernek. Hát innek megkóstoltuk, kicsomlom. Köszönöm. Elkaptunk egy kis esőt, de úgy néz ki, hogy akkor tudunk bicajozni, meg talán egy picit idehozni is a legközelebbi üzletig. Kezdődik gyakorlatilag is a visszafordító gyerdő irányába. Na, volt is itt valamiről beszéltem. És egy kis pihenő van az eső miatt, de viszonylag jó helyen. Na hát egész szomorú is. A lényeg, hogy nem kapott el az úton az eső. Na, most már alakul egy kicsit az idő, mint ha napsugarait is látnám. Az út az viszonylag jó, és ahogy nézem, itt már is kezdődik aszfalt. Letekintés a völgybe, onnét jövünk. Gyönyörű hely, alul van.
tovább emelkedik, és közeledünk egy előpontat a Jóanyába. Most nevű helyiségben vagyunk. Csend, nyugalom, békesség. Sok további könnyű utat, szia! Azért végképpen vigyázni kell az 50 km per órával szerintem. És innen ismét közöttünk. Ahonnét jövünk. Gyergyó 17 km. Így röviden összegezném a túra vége felé a mai nap eseményeit, tehát valóban egy jó kiruccanás volt. Jó, az részben egy olyan helyen is járhattunk, ahol azért valljuk, de nem sok videós, főleg biciklivel fordult meg mostanában. Találkoztunk érdekes emberekkel, lényeg, hogy meg sem másztunk, habár egy vihar volt út közben. Égben mentünk egy kis helyiségen, egy tilalmas nevet kapta, hogy miért. Hát azt most hirtelen mindenkire rábízom, hogy majd a érdekli, hát biztos fog találni információkat. A túrának a hossza, megmondanak 54 km. Aki lát benne fantáziát, az nyugodtan végig, mert ezen az útvonalon sok sikert hozzá. Thank you.